Németh László vagyok, a Magyar Művészet és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesületnek az elnöke. Van egy másik minőségem is, szociális munkás, szociálpolitikus vagyok, eddig az Akadémia Gyerekszegénység programjával, Feri Zsuzsával dolgoztam együtt az ő munkacsoportjával, illetve a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségének vagyok az alelnöke. 1958-ban születtem Budapesten. Tulajdonképpen a tanulmányaim irányát azt a nagyapám határozta meg, aki tengerész volt. Én is elkezdtem a Lékai János hajózási szakközépiskolába járni. De ott kiderült, hogy én politikailag megbízhatatlan vagyok a rendszer számára, ezért nem engedtek hajózni. És akkor én elindultam a pszichológia irányába, és a művészetek felé, és elkezdtem művészetterápiával foglalkozni. Na most egész a rendszerváltásig engem nem vettek fel az egyetemre, ezért a föld alatti mozgalomban képeztem tovább magam, tehát én nekem a pszichoterápián belül a pszichoanalízissel, pszichodrámával volt kapcsolatom, és Mérei Ferenc volt a mesterem, az egyik mesterem, akinél pszichodrámát tanultam, illetve akivel magával a művészetterápiás módszer dolgoztam ki. Aztán a rendszerváltás után, illetve már a rendszerváltást megelőzően a Ferges Zsuzsa meghívott a Magyarországi Szociális Munkás Képzés kidolgozását, hogy a művészetterápiát, illetve a csoport módszereket vigyem be a képzésbe, és én így kerültem bele a szociális munkás képzésbe, amikor a rendszerváltás után elindult, és a paradox, hogy amit kidolgoztam képzést, utána léphettem be az egyetemre, és végezhettem el én magam is, tehát úgy voltam diák, hogy tanítottam is. Tevékenységemet ott kell kezdeni, hogy miután nem tudtam hajózni, ezért művészetekkel foglalkoztam, és művészetterápia kezdett el érdekelni, hogy a pszichológia és a művészet hogyan húzható össze. Először egy gyerekkórházban dolgoztam művészetterapeutaként, a budai területi gyerekkórházban problémás, magatartás problémás, pszichés problémás gyerekekkel foglalkoztam. Aztán a Kulik Gyula téren drogosokkal foglalkoztam, ugye ez 70-es évek közepe vége, tehát még akkor a drog probléma úgymond meg se jelent a társadalomba. Akkor volt egy rövid időszak, ameddig a börtönben dolgoztam kényszergyógykezelt betegekkel, ahonnan nem is tudom, hogy jutottam be, mert hogy politikailag megbízhatatlan voltam, és ki is rúgtak, mert politikai demonstrációnak minősítették azt a kiállítást, amit az ottani alkotásból csináltam. De én akkor már kapcsolatban voltam, tehát a pszichoterápiának, a föld alatti mozgalmával. Elkerültem Tündérhegyre, ahol akkor már a féllegális módon a pszichoanalízisnek elindult az intézményes működéset a Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztályon, és ott Hidas György volt az osztályvezető, aki azt mondta, hogy tudja, hogy engem nem lehetne felvenni, de egy csupa olyan ember, akit nem lehet felvenni, tehát hogy helyen van. Akkor Tündérhegyen dolgoztam 20 évig, művészetterápiát csináltam. Közben elindult az, hogy bekapcsolódtam a szociális munkás képzés kidolgozásába, akkor párhuzamosan elkezdtem egy szociális munkás képzés létrehozni ott Tündérhegyen, akkor tulajdonképpen átmentem a felsőoktatásba, és nagyobb hangsúly volt a felsőoktatási tevékenységemen, tehát a szociális munkás képzésen, és utána ebben most nem megyek bele, hogy miért, ennek is politikai okai voltak, megszűnt ez a képzés, és akkor én elmentem Győrbe tanítani a Győri Egyetemre a szociális munkásokat,
és utána az akadémiára kerültem a gyerekszegénység programba, és ez év márciusáig a gyerekszegénység programban dolgoztam, amely tulajdonképpen felvette a harcot, hogy Magyarországon csökkentse a gyerekszegénységet, és itt fontos, hogy a gyerekszegénységet, mert nem lehet általában a szegénységet csökkenteni, de hosszú távú programokkal meg lehet akadályozni azt, hogy gyerekek újra a szegénységbe kerüljenek. Ezzel dolgoztam, és ennek kapcsán kerültem bele abba a helyzetbe, hogy munkát kell teremteni emberek számára, és akkor végignéztük a működő modelleket a világban, és tulajdonképpen oda jutottunk, hogy szövetkezeteket kell létrehozni, mert az az, ami kioltja, vagy átalakítja a piacgazdaságnak ezt a kirekesztő mechanizmusát, és egy befogadó közeget hoz létre, és így kezdtem el szövetkezetekkel foglalkozni. És most tulajdonképpen egyrészt van egy szövetkezet, a Közösségi Szociális Szövetkezet, aminek az elnöke vagyok, másrészt pedig magának a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetségének az elnökségében vagyok benne, én vagyok az alelnök, és azt szervezzük, hogy Magyarországon az egyre szűkülő állami források mellett önfenntartó szövetkezeteket tudjuk működtetni, ahol emberek saját maguk számára munkát találnak. Nekem tulajdonképpen állami elismerésből nagyon kevés jutott, de ez a legkevésbé se fontos számomra. Számomra, ami igazán fontos és lényeges, az azok, akikkel közvetlenül dolgozom. Tehát amikor én ugye úgy határozom meg magamat, hogy egyéni és társadalmi problémákkal foglalkozó gyógyító ember vagyok, tudós ember vagyok, és amikor egy kis csoportban a művészetterápiával azt tudom elérni, hogy emberek rádöbbennek arra, hogy mik azok a lehetőségek, amiket ők maguk tudnak saját maguk alakítani az életükbe, és ezzel megváltoztatni az irányát a saját életüknek, és jobbá, jobb minőségűvé tenni az életüket, vagy akár problémákat megoldani. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Ugyanígy a művészetterápiához tartozik az, amikor a csoportokon belül emberek arra jönnek rá, hogy tudnak aktív alakítói lenni a világnak. És én ugye a Föld alatti mozgalomban is azt tanultam meg, hogy hiába van körülöttünk egy totális társadalom, kis körökben saját magunk alakítani tudjuk a világot, és én ezt a kultúrát adom át. És ugye ugyanez érvényes az oktatásra. Én addig tanítottam a felsőoktatásban, hogy ez közvetlen és személyes kapcsolat volt. Amikor tömegoktatássá vált, nem tudok mit kezdeni 150 emberrel egy előadóteremben. Én azt gondolom, hogy ez egy abszurditása az oktatásnak. Tehát a közvetlen személyes kapcsolatban tulajdonképpen azt a kritikus gondolkodásmódot adtam át, hogy hogyan kell társadalmilag elemezni a jelenségeket, hogyan kell megérteni és hogyan kell befolyásolni ezeket a jelenségeket. És a szövetkezeti mozgalom pedig azért izgalmas, mert ott pont az történik, hogy összefog egy szociálisan érzékeny értelmiség és kiszorított, kirekesztett emberek, és mindenképpen létrehoznak egy olyan szervezeti keretet, amit együtt működtetnek, ami egy vállalkozási forma, de mégis demokratikus működés. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az én igazi büszkeségeim, eredményeim, ezek a fontos dolgok a világban, és hogy erről ki mit gondol, az az ő dolga. Én azt tudom, amikor konkrét emberekkel dolgozom, konkrét helyzetben, hogy ott fontos dolgok történnek. Hát nekem van egy elbűvölő, életörömmel teli feleségem, tehát ő az, aki a legtöbbet adja. Ő áradó nevetéssel vesz részt a világban. Az nagy ellentmondás az az, hogy ő matematika tanár, és nekem mindenféle frusztrációim vannak az iskolai élményemből, a matematikából, ezért ez mindig a
közös csipkelődésünk tárgya szokott lenni, de mindezt felülírja az az áradó öröm, ahogy őt részt vesz a világba, és hogy mindenem mosolyogni tud. Tehát ez nekem nagyon sokat tart. A két gyerekünk van, 16-18 éves, gimnáziumba járnak, és azt gondolom, hogy hogy ők úgy rendben vannak a világban, autonóm, derűsek, és a jövőjüket azt gondolom, hogy megalapoztuk a családdal. Ugye elég viharos társadalmi környezetben működtünk, nagyon sok változás volt az életünkben, a 20. század, 21. század történetéből adódóan. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy mi, mint család mindig nagyon is összetartóak tudtuk lenni, és nagyon támogatóak tudtunk lenni. Én a legfontosabbnak a derűt tartom a saját életemben, és ezt adom át nekik is, illetve ez az, amit ilyen közös családi kultúraként tudunk megteremteni. Nekem nagyon hobbiaim nincsenek abban az értelemben, hogy nem járok horgászni, vagy ilyesmi. Ami a derűt adja, az a szemlélődés. Tehát én el tudok üldögélni közösségekben, emberek között, baráti társaságban, és csak úgy szemlélődni, és azt a sokszínűséget nézni, hogy a világ működik. De el tudok üldögélni egy tóparton is, és csak szemlélődni. Én azt gondolom, hogy ez az, ami fontos, hogy van egy barátom, aki az egész világot elutazza, és mindig azt mondja, hogy mennyi minden impulzus éri, meg azt mondom, hogy a gazdagság bennünk van. És hogy ha csak ülünk, és látjuk azt, ami körülöttünk gazdagság, az tulajdonképpen a legtöbb, amit el tudunk érni.